Hatalmas méretű festmények is kerültek a galéria falaira. Mellettük grafikák, vagy éppen egy kihajtogatott kartondoboz várja a látogatókat. Németh Miklós szinte minden felületre felfestette gondolatait. Itt is van egy-két például papírdobozra, kifeszített papírdobozra festett alkotása, de például tapasztaltam nála olyasmit, amin még most is szalad a hátamon a hideg, hogyha rágondolok. Egyszer felmentem hozzá, és hát mit láttam, hogy kókuszpálma lábtörlőre festett. Voltak, akik elfogadták és szerették a festőt, mások nehezen azonosultak szinte gyerekrajzokhoz hasonlítható ábrázolás módjával. Tulajdonképpen 2-3 műgyűjtőnek a adományából tevődik össze ez a tárlat. Nagyon szereti a közönség, míg a szakma tulajdonképpen tudomást se vesz róla. Ezt azzal támasztanám alá, hogy a Németh Miklóst sokkal jobban szeretik külföldön, és itt érvényes a mondás, hogy senki sem proféta a hazájában, így Németh Miklós sem. A néhány évvel ezelőtt meghalt festőt itthon kevésbé ismerik, mint külföldön. Egy-egy ilyen tárlat kiváló arra is, hogy szélesebb körben mutatkozhasson meg aktjaival, tájképeivel, csendéleteivel. Külföldön például nagyon-nagyon szeretik, és hát itt az előtérben is van egy plakát, amit megnéznek. Itt a nyugati műkereskedők úgy propagálják az ő művészetét, hogy Picasso mellé rakják, egy Egon Schiele mellett szerepel, egy Van Gogh mellett szerepel, kíváncsi vagyok, hogy a magyar festők közül kiket raknak ezen nagyságok mellé. Török Krisztófer és Felnagyné Geri emese muzsikája mellett Molnár Roland szavalata színesítette a megnyitót. A tárlatot március 17-ig lehet megnézni a Városi Galériában.